Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják, ez pedig itt az Ultrahang rendkívüli adása. Nógrádi György és Stier Gábor is a vendégeink lesznek, de mindezt megelőzően a legfrissebb hír, amelyről kérdezzük vendégeinket: Izrael nemzeti egységkormányt alakít, egységben az ország a Hamas ellen. A megállapodás részeként Gantz és párttársa Gadi Eisenkot miniszteri esküt tesznek és csatlakoznak egy háborús kabinethez Netanyahu és Joav Gallant védelmi miniszter oldalán. Szerda délután alakult a Nemzeti Egység kormány, miután Benjamin Netanyahu miniszterelnök és Benny Gantz, a Nemzeti Egység párt vezetője, korábban délelőtt találkozott az IDF Tel Avivi főhadiszállásán. A megbeszélés fél óráig tartott, majd a Likudot és a Nemzeti Egységet képviselő jogászok ott maradtak, hogy véglegesítsék a részleteket. A megállapodás részeként Gantz és párttársa Gadi Eisenkot miniszteri esküt tesznek és csatlakoznak a háborús kabinethez. Erről a neokon.hu számolt be. A portfólió beszámolója pedig így szól: miután napközben Jair Lapid izraeli ellenzéki vezető felajánlotta, hogy csatlakozik Benjamin Netanyahu kormányához, a miniszterelnök úgy néz ki, elfogadta az ajánlatot. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök nemzeti egységkormány létrehozását ajánlotta fel az izraeli ellenzéknek, miután Jair Lapid ellenzéki vezető a nap folyamán jelezte, csatlakozna egy ilyen kabinethez. Netanyahu a két legnagyobb ellenzéki erő, a Yesh Atid, magyarul Van Jövő, és a Nemzeti Egység párt vezetőinek, Jair Lapidnak és Benny Gantznak javasolta, hogy üljenek be a kormányba. A hír előzménye, hogy Jair Lapid már napközben egységkormányt szorgalmazott, miután a palesztin radikális Hamász terrorszervezet évtizedek óta nem látott pusztítást okozott Izraelben szombati meglepetés akciójával. Jair Lapid tehát már korábban jelezte, hogy csatlakozna egy ilyen kormányhoz, Benny Gantz pedig azt mondta, fontolgatja, hogy beül a kabinetbe. Az utóbbi politikus ragaszkodna ahhoz, hogy a kormány kizárólag biztonsági kihívásokkal foglalkozzon, és érdemi befolyást szeretne magának és pártjának a döntéshozatalban. Jair Lapid pedig egy csökkentett létszámú, vészhelyzeti szakértői kormányt szorgalmazott, igaz, Netanyahu jelenlegi szövetségesei, a sokak által szimplán fasisztának tartott vallásos cionisták nélkül. Netanyahu személyesen közölte ajánlatát a két ellenzéki vezetővel napközben, a kabinet formátumát pedig a két veterán izraeli politikus, a baloldali Levi Eskol és a jobboldali Menachem Begin kormányhoz igazítaná. Amit még biztosan nem lehet tudni, hogy a Nemzeti Egység kormányban bent maradna-e Itamar Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági miniszter és Bezalel Smotrich pénzügyminiszter. Őket a legtöbb politikai elemző szélső jobboldalinak tartja, és nehezen látszik, hogy miképpen működnének együtt a mérsékelt ellenzéki Gantzsal és Lapiddal. Az izraeli politika útvesztőiről, valamint Netanyahu hosszú, kacskaringós politikai karrierjéről egyébként az a körülmény is sokat elmond, hogy a miniszterelnök mind Gantzsal, mind pedig Lapiddal ült már egy kormányban. Az előbbi miniszterelnök helyettesként és védelmi miniszterként kormányzott Netanyahuval 2020 és 21 között, Lapid pedig 2013 és 2014 között volt a jelenlegi miniszterelnök pénzügyminisztere. Abban az esetben viszont, ha Netanyahu megköszönné a jelenlegi részvételt a szélsőséges koalíciós partnereinek, az könnyen vezethet előrehozott választásokhoz, mivel a háborús veszély elmúltával több mint valószínű, hogy Gantz és Lapid beomlasztanák a kormányt, ez pedig nagy kérdés, hogy az átmeneti mellőzöttség után helyükre visszaülne Ben-Gvir és Smotrich. Az üggyel kapcsolatban további érdekesség, hogy Ben-Gvir nem is volt katona, és így próbálja nemzetbiztonsági miniszterként szolgálni Izraelt egy háborúban, míg a kormányhoz való csatlakozáson gondolkodó Benny Gantz nem csak politikusként, hanem katonaként is kiemelt karriert tudhat maga mögött, közel 4 évtizedes szolgálati idejének utolsó 4 évét, 2011 és 2015 között, ráadásul vezérkari főnökként töltötte. Erről a Times of Israel alapján számolt be a Portfolio.hu. Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Tasnádról jelentkezünk az Ultrahang közönség találkozójáról. Király Tamás vagyok, és itt van velünk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Jó estét kívánok, Tamár úr, akkor megkérnénk, hogy kommentálja az izraeli egységkormánynak a bejelentését. Kezdjük sokra, mi estét kívánok. Az egységkormány azt jelenti, hogy a hadsereg, a tartalékosok, a heti tüntetéseken részt vettekedik a kormányhoz szemben. Ha egységkormány létrejön, az azt jelenti, hogy a felelősség is megoszlik, és azt jelenti, hogy Netanyahu mögött felsorakozik a centrum és a baloldal egy része is. A kérdés az, hogy Lapid bemegy a kormányba, a kérdés az, hogy az az ár, amit jelenleg kérnek Netanyahutól, hogy a két szélső jobboldali pártot tegye ki a kormányból, bekövetkezik-e vagy sem, de Izrael történetében jó párszor volt egységkormány, háborúk után
idején általában ez volt, és most, amikor Izrael számára az alapkérdés az, hogy megtámadja Gázát, valószínűleg igen, mikor, milyen célrendszerrel, akkor szükséges egy egységkormány felállítása, ez a lépés ezt jelenti. Magyar idő szerint 17 óra 50 perc van, amikor beszélgetünk. Egyelőre azt tudni, hogy a háborús kabinetben egy pozíciót nyitva hagytak Jair Lapid ellenzéki vezető számára, aki nem hajlandó csatlakozni a kormányhoz, ha a vallásos cionizmus és az Ocma Jehuit pártok is benne maradnak. Ön mire számít egyébként, hogy kell Lapid az egységkormányhoz, vagy ez így már elegendő? Nyilván ez jobb, mint ami volt, de ha Lapid belép, attól kezdve lenne egy valóságos egységkormány. Attól kezdve lehetne azt mondani, hogy Izraelben a jobbtól a baloldalig mindenki felsorakozott a mai kormány mögött. Itt a közönség is kérdezte, hogy most Netanyahu így áttolja a felelősséget, vagy megosztja a felelősséget az ellenzékkel, vagy egyáltalán kinek jó ez a mostani helyzet? A válasz az, hogy Izrael történelmének legsúlyosabb személyi veszteségét szenvedte el a háromnapos eddigi háború folyamán. Nyilvánvaló az, hogy az a becenév, ami Netanyahu volt, hogy Mr. Biztonság az rendkívüli mértékben megkopott. Nyilvánvaló az, hogy az egységkormány azt jelenti, hogy Netanyahu pozíciója most stabilizálódott, hogy mi lesz a háború után, azt meglátjuk. Ilyenkor mi van, hogy a háború végéig egységkormány van, és utána meg felbomlik az egységkormány? Eddig minden esetben meghatározott feladatra és időszakra jött létre az egységkormány. Nyilván most a háborút végig akarják csinálni. A nagy kérdés most az, hogy mi lesz Gázával. Mennyi veszteség lesz a két oldalon, lesz-e támadás északról, Cisziordánia részéről, tehát keletről, Jordánia felől, és lesz-e támadás északkeletről, szír területekről. Erre ma nincs válasz, az egységkormány minden esetre szimbolizálná. Tény az, hogy három nap alatt beírtak 300 ezer embert, ez 4 feltöltött hadosztályt jelent. Ettől kezdve a katonai erőviszonyok lényegében megváltoztak, az összes többit meglátjuk az eljövendő napokban. A Hamas elleni háború irányítására Gantz követelésének megfelelően egy kis létszámú háborús kabinetet hoztak létre, amelyben csak Netanyahu, Yoav Gallant védelminiszter és Benny Gantz vesznek részt. Ez mit jelent a gyakorlatban? Azt, hogy az ellenzék ettől kezdve részt vesz a háború menetének a meghatározásában, a stratégiai célok kifűzésében, ez már az egységkormány egyik legfontosabb feladata lesz. Ön számít arra, hogy így, hogy most még nagyobb a felhatalmazás, durva, kemény és elsöprő hadműveletet indítanak a gázai övezet ellen? A válasz az, hogy ezt meg kell csinálniuk, hogy mennyire durva és kemény, az nagyon sok mindentől függ, de hogy meg kell támadni a gázai övezetet, ha nem csinálják meg, akkor a Hamas katonai szárnya gyakorlatilag érintetlen marad, ezt ma Izrael nem engedheti meg. Jelenleg sokat úsz, és a Hamas azzal fenyegetőzik, hogy ahány támadás, annyi túsz kivégzés. Izrael ilyenkor milyen szempontok alapján mérlegel? Egy, hogy milyen hírszerző jelentések jönnek be, kettő, milyen közvetítések vannak többek közt Egyiptom részéről, három, hogy a túszok kivégzése az adott esetben Izrael részéről megakadályozható-e. Nyilván annyira sűrűn lakott Gáza, hogy a katonai és civil célpontokat ott szétválasztani nem lehet. Ugye azt látjuk, hogy amikor Izrael a nyugati sajtó szerint túltolja a támadásokat, és szerintem erre most minden indoka megvan a 40 meggyilkolt csecsemő, lefejezett csecsemő, stb. Esetén, de amikor ilyen helyzetek vannak, akkor a nyugati sajtó egy idő után mindig elkezdi Izraelt hibáztatni, olyankor szokott jönni az amerikai telefon, hogy álljanak le, erre most mennyire lehet számítani? 100%-ban. Teljesen nyilvánvaló, hogy az USA-ban máshogy értékelik a közel-keleti érzetet, mint Jeruzsálembe. Teljesen nyilvánvaló, hogy az USA globálisan nézi a folyamatokat, megnézi, hogy melyik az a pont, ahol az arab világ már szembe menne Izraellel, ahol a megkötött egyezmények az arab országok és Izrael közt veszélybe kerülnének, és nyilvánvaló Netanyahu-nak választania kell, hogy egy ilyen helyzetben folytatja a háborút, ha igen, milyen kockázatokkal, ha nem, akkor milyen ígéretekkel. Utolsó kérdés, ön elhúzódó háborúra számít? Attól függ, hogy támadnak-e keleten Cisziordánia felől, támadnak-e északon, Libanon, északkeleten Szíria felől. Ha ez bekövetkezik, akkor a háború elhúzódhat, ha nem, akkor gyors izraeli győzelem várható. A problémám az, hogy mindkét fél olyan fokon gyűlöli a másikat, olyan fokú gyilkosság van mindkét oldalon, halálesetek tömege, hogy én a békének nem látom sajnos az esélyét az eljövendő időszakban. Utolsó utáni kérdés, holnap lenne 6 napos a háború, úgy tűnik, hogy ez már hosszabb lesz. Igen, csak 50 évvel ezelőtt volt a Jom Kippur háború, amire nem készült fel Izrael, a határait Gáza felé szabadon hagyta.
egyszerűen át tudták törni a drótkerítéseket a Hamas harcosai, és be tudtak menni úgy izraeli területre, hogy izraeli katonai védelem alig volt. Nógrádi György, köszönjük szépen. Én is. Ez volt tehát a beszélgetésünk Tasnádról, és most visszaadjuk a szót Longauer Andrásnak. Köszönjük szépen a türelmet. Kösz. Folytatjuk is adásunkat, és következő vendégünk Stier Gábor már itt ül velünk a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntünk. Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. És hát a mai beszélgetésünk, a mai adásunk kiemelt témája az izraeli egységkormány megalakulása, és hát adásunk előtt itt beszélgettünk, ez nem titok a hallgatók előtt sem, hogy miért történt a Hamász támadása ebben az időszakban, miért volt fontos az időzítés, és hát az egységkormány megalakulása több szempontból is érdekes hír, de főleg akkor, hogyha visszatekerünk pár napot, vagy pár hetet, esetleg hónapokat az izraeli vezetés történetében, hogy látod a kialakult helyzetet? Kezdjük azzal, hogy egy ilyen helyzetben, ilyen kiélezett helyzetben egy nemzetnek össze kell fognia. És Izrael nem tesz más, mint nemzetként viselkedik, tehát összefog, és össze kell fognia, mert az elmúlt évek, elmúlt egy-két év a belső törésvonalak mentén, a szétesés, politikai egymásnak feszülés mentén telt el. Tehát egészen odáig fontos ez, hogy ezt a Hamasz is látta. Az, hogy miért most és miért így tört ki ez a ami kitört, ez a terrorakció, miért szánhatta el magát a Hamasz erre és a Hamasz támogatói. Abban az egyik ok mindenképpen az, több oka van természetesen, de az egyik ok mindenképpen az, hogy mindenki látta azt, hogy Izrael megosztott. Izrael a belső gondjaival, a egymást követő kormányaival, választásaival, a pártok egymásnak feszülésével, a kormányalakítások gondjaival van elfoglalva, és hát nem mondok nagy újdonságot, hogy ilyen helyzetben egy állam rosszabbul működik. Egy ilyen helyzetben bizonytalanabb akár a hadsereg is, bizonytalanabbak a titkosszolgálatok is, és elbizonytalanítja magát a társadalmat is. Ez, ami történt, ez az Izrael számára óriási tragédia, ez most azonnal fölébresztett mindenkit, a politikai elitet is, és ez, ami most történt, ma történt, ez válasz erre a kihívásra, hogy Izraelnek össze kell fognia, az izraeli elitnek, politikai elitnek félre kell tennie az ideológiai, egyéb nézetkülönbségeit, mert most kicsit parabolizálva a helyzetet, mert az Izrael jóval erősebb, mint a Hamas, de itt Izrael létéről, sorsáról, a térség biztonságáról van szó, és ez, teszem hozzá, nem csak Izraelnek fontos, ez nekünk sem mindegy. Igen, és ugye felmerülhet az is kérdésként, hogy mit jelent egy egységkormány a nagy politika, nagy külpolitika színpadán, hiszen ugye Törökország részéről már láthattunk igencsak kritikus megnyilvánulásokat, látszik a nemzetközi blokkosodás, ugye az ENSZ-nek is történtek nyilatkozatai, tehát felpezsdült itt is az élet, felindultak azok a vérkeringések, amik egy ilyen konfliktus esetén megindulnak, és egy izraeli egységkormány talán még hangsúlyosabban tudja képviselni az izraeli nép érdekeit. Te ezt hogy látod? Egyértelműen így van. Egyrésztről minden országot, minden vezetést komolyan vesznek, hogyha erőt tud felmutatni. És itt most nem katonai erőre gondolok, hanem politikai erőre adott esetben, és ez az, hogy létre tudott jönni ilyen előzmények után egy egységkormány, ez mutatja a világ felé azt, hogy Izrael most mindent félretesz, Izrael egy dologra koncentrál, és vele komolyan lehet tárgyalni. Még egy nagyon fontos dolog van. A világ vezető hatalmai közül akár a jelenleg még egyik, vagy ha nem legnagyobb, még legnagyobb világhatalom, az Egyesült Államok is, de akár az Európai Unió is, hogy finoman fogalmazzak, a jelenlegi vezetés, amerikai vezetés
némi fenntartásokkal viszonyult Benjamin Netanyahuhoz, és érezhetők voltak az ideológiai különbségek. Ez természetesen Amerika félre tudja tenni, mert az Egyesült Államoknak Izrael stratégiai partnere, egyik legszorosabb szövetségese. Ez nem csak nemzetközi szintéren fontos, hanem belpolitikai szempontból is fontos az Egyesült Államoknak, de ez az ideológiai különbség, ez érződött. Ez egyértelműen érződött. És ez a lépés válasz erre is, hogy mi egységben vagyunk, itt most nektek sem kell azon gondolkodni, hogy most egy szuverenista, konzervatívabb kormány van, vagy egy balliberálisabb kormány van, itt most Izraellel kell tárgyalni, nem pedig különböző kormányokkal. Tehát ez ide is egyfajta jelzés, mégpedig a komoly jelzés, válasz. Ugyanez vonatkozik az Európai Unió irányában, hiszen az európai jelenlegi nyugat-európai elit is, hát hogy úgy fogalmazzak, nem Benjamin Netanyahu, vagy folytathatnám a sort, vagy Orbán Viktornak az elképzelései szerint képzeli el a világot. Tehát ide is válasz, egyértelműen. És még egyszer hangsúlyozom, hogy ez az erődemonstrációt, az egységet demonstrálja, az, hogy Izrael összezár, és ebben az esetben a térségbeli hatalmak is, például az említette Törökországot, nem tudnak, azok az ellenérdekelt hatalmak, akik most éppen én nem Izrael ellenesek, én nem is így fogalmaznék, hanem a saját pecsenyéjüket sütögetik, tehát nem tudják megosztani az izraeli elitet, aki esetleg ezzel próbálkozna. Mert ez most azonnali üzenet, és ez az üzenet azt üzeni, azt mondja mindenkinek, hogy Izrael összefogott, Izraelt most egy emberként, ha úgy tetszik, és egy cél érdekében lép föl. Még fölmerült bennem az kérdésként, hogy mondjuk az olyan kritikus hangok esetében, mint mondjuk Törökország, vagy akár most beszélhetünk még Iránról is esetleg, az ő irányokba is, az ő irányokba is képvisel ez egyfajta határozottságot, tehát ez egy olyan lépés, amely egyébként vagy ellenséges, vagy kritikus hangokkal szemben is fontos húzás? Igen. Mindenekelőtt befelé. Befelé nagyon fontos az, hogy egy kormány hatékonyan működjön. Tehát, hogyha a politikai ellentétek időlegesen félre vannak téve, akkor az a hatékonyságot kell, hogy növelje. Ez az alap, és ez a legfontosabb most ebben a helyzetben. A kérdésedet nem megkerülve, igen, tehát azok, akiket így az előbb említettem, akik ellenérdekeltek, vagy kimondottan ellenségei jelen pillanatban Izraelnek, például Irán, ők is érzik azt, hogy most egy más helyzet van, tehát érzik azt az eltökéltséget, amit Izrael ezzel demonstrál, és ez befolyásolhatja az ő lépéseiket is. Tehát ilyen értelemben is, tehát az, hogy megjelentek az amerikai anyahajók, ha jól érzem, vagy olvasom, akkor... Ha már többen is gondolkoznak. Tehát ez egyfajta katonai demonstráció, ez nem a Hamasznak szól véleményem szerint, hanem azoknak az országoknak szól, akik esetleg ott a zavarosban próbálnának halászni. Azoknak az arab országoknak és perzsa országnak. Tehát ez a katonai üzenet. Izrael részéről pedig az a politikai üzenet, hogy mi erősek vagyunk, egységesek vagyunk, tehát kétszer gondold meg, hogyha ebben a térségben most, jelen pillanatban valaki kavarni akar. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy határozott jó üzenet, határozott lépés, és amikor egy nemzet, legyen az bármelyik, az egységet demonstrálja, az egyrészt hatékonyabban tud működni, hatékonyabban tudja megvédeni önmagát, és azt üzeni a világnak, hogy velünk nem nagyon lehet packázni. Stier Gábor, köszönjük szépen!